A korábbi sikeresen megvalósított projektek és a közvetlen elnyert EU-s források további kiaknázása érdekében városunk szándékában áll további pályázatok benyújtása a jövőbeli nemzetközi felhívásokra. Ezért fejlesztési terveinek érdekében szakértői segítséggel kívánja ezt megvalósítani. Ez vonatkozik pályázatfigyelésre és projekt generálásra, valamint pályázatírásra egyaránt. A városokkal a városokért helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása című pályázat keretében egy beruházási koncepció kidolgozása mellett döntött a közgyűlés. Városunk még februárban benyújtotta pályázatát az országos Bringa Park program keretében kerékpáros pumpa pálya létesítésére, ami pozitív elbírálást kapott, amihez most biztosította önkormányzatunk a szükséges önrészt. Közgyűlésünk hozzájárult a bölcsödék fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében eszközbeszerzéshez és a beszerzett eszközök beépítéséhez. A törvényi kötelezettségeknek elegettéve a városi cégek elkészítették és benyújtották a közgyűlés felé a tavalyi évre vonatkozó beszámolóikat. A lejáró vezetői mandátumok miatt több esetben új tisztségviselőt is választott a testület. Úgy döntött a közgyűlés, hogy a pályázat kiírás mellőzésével ingyenes ételosztás céljára bérbe a Magyar Vörös Kereszt Fehérmegyei Szervezete és a Miskolci Zsidó Hit Közösség számára az Erdősor 37 per A szám alatt található volt kollégium épületét. Összesen 285 gyermek óvodai felvételét kezdeményezték városunkban, így a közgyűlés elé kerülhetett a Dunai Városi Óvoda következő nevelési évben indítandó csoportok száma. Szeptembertől 10 tagintézményben összesen 48 csoport működését támogatja, illetve finanszírozza önkormányzatunk. A Városvédők új telepért egyesület 500 ezer forint összegű támogatást kért és kapott az idei évi programjaik megvalósításához. Közgyűlésünk úgy határozott, hogy a Dunai Városi Központi Sportegyesület részére a második Vihman Tamás nemzetközi regatta kajakkenu verseny megrendezéséhez 5 millió forint támogatást nyújt. Parkolók épülhetnek a Mátyás királyút egy szám melletti zöld területen, az erre vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése után most a vállalkozási szerződés megkötéséről határoztak a képviselők.